Melyik Csaba fog örülni szerdán? Hát én is békés természeti vagyok, de nagyon remélem, hogy a hazai Csaba fog. Nagyon remélem, hogy ezt a mérkőzést is sikeresen fogjuk venni, mint az utolsó két bajnokinkat. Igen. És az első felvonást ott Békés Csabán. Most az egymás elleni játék során az edzésen úgy álltatok föl, hogy Deutsch, Spandler, Szolnoki húzti a védősorban. Ez várható majd a kupa meccsen is? Igazából még nem volt kezdőcsapat hirdetés, ez majd csak a holnapi edzésen fog eldőlni. Most ez csak egy szimpla egymás közti játék volt. De ha esetleg úgy hozná a sors, akkor hogyan szuperálna ez a négyes? Úgy gondolom, hogy mindenki készen áll a következő mérkőzésre. Keményen edzettünk, akár ki fog játszani, meg fogjuk tenni a 100%-ot, és szerintem így is sikeresek leszünk. Számodra mindenképpen motivációt jelenthet, hogy 90 percet a pályán tudsz esetleg lenni, hogyha a kezdőcsapatba kerülsz, mi a személyes célod? Nagyon szeretnék újra játékba lendülni, volt egy kisebb sérülésem, ugye első fordulóban pályára léptem még a Kaposvár ellen. Utána kiújult egy régebbi sérülés, megpróbálom felépíteni magam, és nagyon remélem, hogy lehetőséget kapok, és hogy reméljük győztes mérkőzésen. Milyen mérkőzésre számítasz egyébként? Hát úgy fogunk pályára lépni, hogy ezt a mérkőzést is szeretnénk megnyerni, nem számít az első mérkőzés. Most mindig a következő feladatra koncentrálunk, ez most a Békés Csabai hazai mérkőzés. Reméljük, hogy minél többen kilátogatnak, és sikeresen veszük ezt az akadályt is.